Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az út, vagy kiút a gazdagsághoz. Egy orákel, egy jóslás, ami a pénzügyi dolgokat illeti. Hogyan fognak alakulni a dolgok, megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, akkor az passzol a te anyagi helyzetedhez. A díjam 3500 forint. Ha asztrológiával kiegészítve szeretnéd, akkor a díjam 9000 forint. Itt ez a kártya utal arra, hogy hogy gondolkozol az anyagi helyzeted felett, vagy ami a pénzügyi dolgokat illeti. A kártyáknak szimbolikus jelentése van, itt látható egy találkozás, természetesen jelentheti azt, hogy ez a férfi segít neked az anyagiakat illetően. De amit ez a kártya jelöl, hogy megvan közted és a pénz között a kapcsolat. Tehát számodra ez a téma nagyon fontos. De ügyelnünk kell az ötös számra is. Mert az azt jelenti, hogy ha ez a négyes szám lenne, akkor megvan a biztonság érzete. De itt az ötös szám jelenik meg. És az azt jelenti, zárj le valamit az életedben, amit eddig úgy éreztél, ez adja a biztonságot, mint például az anyagi jólétet, az anyagi biztonságot. Mert megváltozott a helyzet, most vannak külső befolyások, és alkalmazkodni kell a körülményekhez. Itt a kardok jelentik a levegő elemét, tehát valamit lezárni, hogy meglegyen a felszabadulás érzete, és legyen meg a könnyűség, azon kívül, amit a levegő eleme még jelent, az a kommunikáció. Vagy beszélni kell az anyagiakat illetően, vagy lesz egy fontos beszélgetés a munkát illetően, hiszen a hivatás, a munka az összefüggésben áll az anyagiakkal. És hogy érzed magad? Mik az érzelmeid, amikor pénzügyi dolgokról van szó? Itt megvan nálad ez a belső forrás, a belső hangod, az intuíciód, az inspiráció. Ha megvan ez a hit, hogy itt, ebben a forrásban végül is van egy szökőkút, így mondanám jelképesen, akkor itt van mozgás, de ez belülről jön. Tehát légy annak tudatában, hogy értékes vagy, hogy megvan nálad az intuíció, és így tudod intézni a dolgokat. Azon kívül, ha megvan ez a belső erő, ez a belső hit, akkor ez a forrás lehet egy pénzforrás is. Mint például pénzhez jönni, mert egy olyan területen dolgozol, ami a hivatásod. Ez lehet egy kreatív tevékenység, egy spirituális út. És hogy látod a helyzetet úgy általánosságban, amikor pénzről van szó? Itt megjelennek az érmék, és az szimbolizálja a pénzt, szimbolizálja az anyagiakat. De vagy úgy látod, hogy mások figyelgetnek téged, hogy mennyi pénzed van, vagy az is lehet, hogy te nézel más irányba, és összehasonlítod magadat másokkal. Úgy gondolod, hogy mások jobban élnek, mint te. Ott megvan a jólét, és nálad szűkös a helyzet. Most megnézzük a te jelenlegi
helyzetedet, ami az anyagiakat illeti. Itt a kelyhek jelentik az érzelmeket, hiszen szimbolizálják a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ügyelj a saját érzelmeidre. Ha úgy gondolod, ebből úgysem lesz semmi, én elveszítek mindent, akkor így lesz. Hiszen itt akkor tükröződik valami, mégpedig az, ahogy érzed magadat. Viszont, ha más érzelmek vannak nálad, ez a bizalom, itt jóra fordul minden, lesz nyeremény, vagy anyagi jólét, akkor jó érzelmekkel közeledsz az anyagiakhoz, és akkor az fog tükröződni számodra, és akkor lesz nyeremény. És itt megvan ez a tisztító hatás. Tehát tisztázódnak a dolgok, rendeződik az anyagi helyzet. A következő téma a te értéked, a saját értékeid. Tudatában vagy ezzel, és úgy gondolod, te értékes vagy ahhoz, hogy jólétben élj, akkor az azt jelenti, hogy a pénz beköszönt hozzád. De ha más érzelmekkel közeledsz magadhoz, és az anyagiakhoz is, és úgy gondolod, én ezt úgysem érdemlem meg, nálam mindig veszteség van, akkor az mit jelent? Akkor az veszteségekhez vezet. Tehát megnézzük azt, hogy állsz saját magadhoz, a saját értékeidhez. Itt látható ez a főpap, ez a lelkész, ami utal vallási témákra. Az azt is jelentheti, hogy fordulj a jó Istenhez, hogy segítsen neked. De ez a kép jelenti a te saját hitedet is. Higgy önmagadban. És higgy abban, hogy te értékes vagy, ahhoz, hogy megkapd mindazt az élettől, amit megérdemeltél. Vannak félelmek nálad, hogy elveszítesz valamit vagy valakit, mert ez is befolyásolja az anyagiakat. Itt kell a belső egyensúly, ez a harmónia, mert ha félelmek vannak, akkor tényleg elveszítesz valamit, és ez lehet pénzveszteség is. De ügyelj arra is, hogy meglegyen itt az egyensúly. Ez nem csak a belső nyugalmat jelenti, hanem pénznél a bevételt és a kiadást. Bevétel, kiadás, meg kell lenni az egyensúlynak. Azon kívül az is fontos elgondolkozni azon, hogy mennyire befolyásolja az anyagiakat, amikor te valamit veszel másoktól, vagy adsz másoknak. Ha mindig te vagy az adakozó, akkor egy idő után úgy érzed, hogy mások kihasználnak téged. Akkor nincs egyensúlyban ez a mérleg. A másik oldala az lenne, ha te mindig kapsz valamit, de nem vagy nyitott arra másokat megajándékozni, például nem vagy adakozó. Akkor fontos itt ezt megtanulni, hogy ahhoz, hogy jólétben élj, kell, hogy adj valamit másoknak. Ez nem mindig pénzügy. Utal, hanem lehet az is, hogy másokkal törődsz, odafigyelsz rájuk, meghallgatod őket, tehát itt lehet energia is, és így ki lehet valamit egyensúlyozni. És a felső kártya mutatja az utat a jóléthez, sikerül ez neked. Itt látható a 10-es szám, és az jelent egy új kezdetet, amikor egy új kezdet, egy új periódus indul az életedben. És itt tényleg az anyagiakról van szó, mert az érmék jelennek meg.
persze az utal a munkára is. Itt a képen látható egy találkozás, itt vannak elismerések, látható ez a nyilvánosság, és ilyen körökben tudsz mozogni, ahol megvan a jólét, és ez lehet számodra egy új kezdet. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!